Majs község szélén járunk. Nem messze attól a tereplépcsőtől, ahonnan 1526. augusztus 29-én a déli órákban a szultáni sereget felvezető rumíliai hadtest megkezdte a leereszkedést. A két lépcsőben felállított magyar harcrend ettől néhány kilométerre Sátorhely puszta térségében helyezkedhetett el. Négyesi Lajos ezredes a 90-es évek elejétől kutatja a területet. Elmondása szerint a nehéz terepviszonyok miatt a török csapatok annyira elfáradtak, hogy a rumériai hadtest parancsnoka, Ibrahim nagyvezír parancsot adott a táborverésre. Tehát a törökök nem csatateret kerestek 29-én, hanem táborhelyet választottak. És ugye ebből a szempontból itt előttünk látszik az a bozótosabb sáv, ugye a Borzapataknak a mentre. A Borzapatak mögötti rész az alkalmas volt, hiszen a patak elválasztotta a magyar csatarendtől őket. A török sereg gyakorlatilag a táborát azt szinte egy csatarendnek megfelelően építi föl, tehát középen állnak az ágyuk, ugye janicsárokkal, két oldalt pedig a lovasság. Ennek az a magyarázat, hogy általában a seregek a csata előtti utolsó táborozásnál már csatarendben állnak föl, és úgy verik a tábort, hogy másnap ne kelljen azzal az időt tölteni, hogy a csatarendet fölállítsák. Tehát itt a török sereg Majs előtt fölkészült a következő napi összecsapásra, amit valahol ott Sátorhely térségében vívtak volna meg. De nagyon fontos dolog azért azt látni, hogy amikor itt a csatával foglalkozó kutatók kimondják, vagy azon vitatkoznak, hogy a Majs előtti rész alkalmas-e arra, hogy itt csatát vívjanak, akkor nem a csatateret kell keresni, hanem azt a helyet, ami alkalmas a töröknek arra, hogy táborozzon. Hiszen itt ez táborverésről szólt, és ezt támadja meg a magyar sereg, és igazából az eredetileg a magyarok által kiválasztott csatahely, az meg ott Sátorhely puszta környékén van. Tehát amiről azt írja Brodalics, hogy előttünk sem bokor, sem fa, nem volt, hanem egy sík terület, az körülbelül a Sátorhely előtti egy kilométeres zóna, ahol föltűnik majd a török, és megvívják vele a csatát. De amikor elindul a magyar támadás, ugye először a jobb szány, aztán utána a második lépcső, akkor meg azt mondja a Brodalics, hogy Árkon-Bokron keresztül mentünk. Mert hogy arra a helyre jöttek, ahol a törökök a táborukat építették ki, itt ugye Földvár falu, hát Majs előtti területen. Amíg a rumériai lovasság egy része a munkálatokat biztosította, Ibrahim pasa egy körülbelül 5000 fős lovas csapatot küldött ki már korábban a felvonulás időszakában, hogy lesállást foglaljon a magyar sereg hátában. Azonban miután a csata elhalasztása mellett döntött, személyesen indult el a leshelyen felállított csapat megtekintésére. A rumériai hadtest parancsnok nélkül maradt. A táborveréssel járó zűrzavart közben a magyar harcrendben is észlelték. Az eredetileg védekező harcra berendezkedett magyar sereg egyik fővezére, Tomori Pál, a királyhoz sietett, hogy rábeszélje a támadásra. És ott mondja azt a királynak, hogy mert holnap már az egész török sereg itt lesz. És ugye ennek a gyökere ott van, hogy Tomorihoz folyamatosan érkeztek a felderítő jelentések a török felvonulásról, amikben ugye az állt, hogy a rumíliai hadtest halad elől, és a szultán a főerőkkel egy-két napra le van maradva mögötte. És ha megnézik a török seregnek a felvonulását, akkor valóban így működik a dolog, hogy először a rumíliai hadtest érkezik be Pétervárathoz, például elkezdi az ostromot, és jó pár nappal később érkezik be a szultán. Eszéki hídhoz megérkezik a rumíliai hadtest, elkezdi a hídverést, a szultán jóval később érkezik be. Augusztus 24-én lenne a Karasica mögött, tehát a Baranyavári hegység déli részén, beleütközik az ott táborozó, Tomorinak az ott táborozó katonáival. Tomorinak kb. Egy 8000 fős serege van ott, de ágyukkal, gyalogsággal, lovassággal. Megverik a hasonló létszámú Akinji csapatot, visszaszorítják őket ugye a török főerőkhöz. A törökök azt gondolják, hogy a magyar főerők ott vannak velük szembe, és a rumíliai hadtesthez felzárkózik a szultán hadteste, és gyakorlatilag 25-én fölkészülnek a törökök a csatára, de az egész török sereg együtt van. Na most a közben itt a 24-i haditanácson rábeszélik Tomorit is arra a főurak, hogy Mohácsnál legyen a csata, és hozza vissza Mohácshoz a Karasicától az ő saját seregrészét. Tehát 25-én, amikor Tomori seregrésze visszajön Mohácshoz, a törökök akkor várakoznak, és lassan elkezdenek előre nyomulni, hogy akkor csatát vívjanak. És odaérnek a Tomori táborhoz, és ott van kiürítve a tábor. Csak hogy ez azzal jár, hogy 25-én először a török felderítéssel nagyon mozog előre, csak nagyon óvatosan, de Tomori meg visszavonja az embereit, tehát megszűnik a magyar felderítés, itt lesz egy nagy hiány közöttük,
És amikor utána 26-án megint kirajzan ez a felderítés, addigra már a vakindzsik rázárkoznak a magyar seregre. A török főerők közeledésével rendszeressé váltak a lovasharcok, a törökök a Majsi völgybe próbálják csalni a magyar könnyű lovasságot. A magyar huszárok ugyan rendszeresen győznek ezekben az összecsapásokban, a túlerő elől végül kénytelenek visszahátrálni a csatarendhez. Négyesi Lajos szerint, amikor Tomori a királyhoz siet, egy vita alakult ki a magyar vezérek között, hiszen közülük többen már a táborba való visszatérést javasolták. A fiatal magyar király pedig ebben a helyzetben döntésképtelen volt. Nagy valószínűséggel az az egy hónap, amiközben Budáról elindult, és az első két hétben 3000 katonával vonult, és senki nem akart a táborába jönni. Az az érdektelenség, amit tapasztalt. Akkor utána az, hogy a magyar seregbe folyamatosan arra vártak, hogy mindent a király csináljon meg. Hiába küldte le a nádor teszékhez, hogy menjen le a sereg és ütközenek a török. Senki sem akart a nádor után menni. És akkor a király azt mondta, hogy mindenki azt várja, hogy én magam csináljak mindent. És akkor jó, én magam csinálom, ha kell, akkor feláldozom az életemet. Tehát a király egyre inkább egy ilyen beszűkült állapotba került, beszűkült tudatállapotba került, és egyre döntésképtelenebb lett. És itt ebben a pillanatban, amikor dönteni kellett volna neki, hogy támadás vagy védelem, akkor a király azt mondta, hogy mind a kettő. Tomori kezdjen el támadni a jobb szárnyal, majd meglátjuk, mi lesz, a sereg meg maradjon itt. És akkor gyakorlatilag elindul egy támadás a jobb szárnyal, a bal szárny a helyén marad, a király várakozik hátul, mikor visszamegy ugye a hírnek és jelentő, hogy sikerült, akkor a király azt mondja, hogy jó, akkor mi is támadunk. És gyakorlatilag így részenként zúdul rá Rumélyi hadtestre a támadás, ami egyébként sikeres, de az első pillanatban az egész magyar sereg rázúdul a rumélyekkel, valószínűleg szétverik őket. Miközben a rumériai hadtest az első, majd a hozzácsatlakozó második magyar harcrend csapatai ellen harcolt, hutárok vágtattak a néhány kilométerre várakozó szultáni középhadhoz. És a szultánnak megvolt a lélekjelenlét ahhoz, hogy összegyűjtse az összes rendelkezésre álló erőt, és azzal megindult azonnal a Mohácsi sík irányába, hogy legalább megmentse a rumériai hadtestet a pusztulástól. És ugye nagyon milyen meglepő az, hogy a történelmi emlékhely környékén ugye a bal szárny az meg a helyén marad, nekik senki se szól, hogy most akkor mi van, hogy kéne támadni, vagy nem kéne támadni. De ugye ez meg haladékot ad a magyar seregnek, hiszen innen majd azután, mikor megérkezik a szultáni hadtest, akkor van hova visszavonulni. Ugye a bal szárny, meg közben rázárkozik az anatóliai hadtest, hiszen a törökök is tisztában vannak, hogy ott még áll egy magyar seregrész, tehát az elkezdik az összecsapást. A szétbontakozó oszmán sereg egyre nagyobb fölénybe került, emiatt pedig egyre többen kezdtek menekülni a harcból. A magyar sereg maradéka két részre szakadt. A lovasság zöme csatlakozott a balszárnyhoz, a jobb szárny nehéz lovassága pedig teljesen bekerítve harcolt tovább a török ágyúállások előtt. Valószínűleg a Brodarics István által is említett egykori Földvár falu környékén. Itt találkozó falunyom, a helyszínre nagyjából ráírik Brodaricsnak a leírása. A dombokhoz kötődik a falu, benyúlik a síkságra, van a közelében egy feltető középkori templom maradvány is, és ezen a falunyomon, ami a földrajzilag ráírik a leírás, található rengeteg hadilelet, ami adott esetben meg is fel a korszaknak. Tehát ez szerintem ez egy elég jó kiinduló pont. Vannak azért problémák is, tehát nem minden adat passzol erre a falunyomra. A legújabb okleves kutatások alapján például ezt a falut nem nevezhették Földvárnak. Tehát valami más neve volt. Tehát ez a dolog akkor működik, hogyha a Brodarics mondjuk tévedett. A település feltételezett helyszínén zajló kutatások eredményeképp nyílhegyek, buzogánytöredékek, sarkantyúk, patkók, ólom és vaslövedékek kerültek elő, valamint egy csatához köthető puskacső maradványai is. Ez végül is majdnem az egész kutatásnak a csúcs lehet, mert egyébként pontosan ebbe az űrmettartományban esik, amit említettem az előbb, és hát talán a legfontosabb kapcsolódási pont a tömegsírhoz, amit éppen feltárunk. Szintén ez az űrméret tulajdonképpen, ugye a sírba is előkerült három lövedék, amiből kettő az ebbe a 11-12 mm körüli tartományba esik. Tehát gyakorlatilag ebből a puskacsőből ki lehetett volna lőni azokat a lövedéket, amik sírban vannak. A Brodarics által leírt török ágyúállások hollétére egyelőre még nem találtak bizonyítékokat, a magnetométeres kutatások azonban bizakodásra adnak okot. Két dolog van, az egyik ugye egy árok, ezt már tudtuk bizonyítani, egy fúrásokkal meg tudtuk vizsgálni. Ez a bizonyos nyom, egy körülbelül kelet-nyugat irányú nyomról van szó, és amúgy pedig egy kicsit ilyen vízválasztónak tűnik a leletek kapcsán is, tehát ez a falunyom irányába, illetve attól északra vannak tulajdonképpen hadileletek nagy számban, és ettől a vonalat a délre elenyésző számban találhatók. Tehát ha ezeket így összerakjuk, akkor nem teljesen elvetemű dolog azt gondolni, talán, hogy ennek az ároknak valamilyen módon köze lehet a
a török ágyúsorhoz. De erre egyelőre bizonyítékunk nincsen, tehát ez egy elméleti felvetés, amit vizsgálni kell. A csata utolsó fázisában a magyar balszárny nehéz gyalogsága az oszmán ágyúállások előtt harcolt. A magukra hagyott, jó részt cseh és lengyel zsoldosok végül négyszögbe rendeződve próbáltak védekezni, azonban a janicsárok puskatüzében szinte az utolsó emberig odavesztek. A nehezebb puskalövedékek nagy része az egy foltban helyezkedik el, így a faunyom ott is érint részben, mert a Fanyontai éjszakai körülbelül 9 hektáros területről van szó. Készítettük egy olyan statisztikát is, hogy mennyire sérültek a lövedékek, tehát 4 kategóriába osztottuk őket, a teljesen éptől, a kicsit megnyomódott, kilapult, illetve teljesen szétfőcsönt sérülésekig, vagy lövedékekig. És ami érdekes, hogy a legsérültebb lövedékek nagyjából ugyanezen a folton helyezkednek el, szintén 80-90%-ban. Tehát, hogy itt valami olyan esemény zajlott, ahol ezek a lövedékek valami kemény dolgokba csapódtak, és egy viszonylag körülhatárolt területen. És hát az egyik ilyen lehetséges esemény az például ezzel kapcsolatban lehetett ez is, amit említettünk, mint a gyalogság felszámolásának a végső helyszíne. És természetesen ez egy elmélet, tehát ezt bizonyítani kell még. Viszont ha azt mondjuk, hogy tömegsírokat szeretnénk találni, akkor itt úgy tűnik, hogy a legintenzívebb része folyt ennek az ütközetnek, ami itt volt. Tehát ez az a helyszín, ahol érdemes elkezdeni.